Hát az a nagy helyzet, srácok, hogy már egy ideje nem pokémonoztam. Egy két hónapja már nem volt Pokémon stream. Részben a Witcher végigjátszásunk felelős emiatt. Részben az, hogy én vagyok béna az időbeosztásommal. De itt vagyunk újra. És hát mindent is befogunk. Nagy vonalakban ott tartunk most, hogy végre kinyílt a játék, végre elhagytuk a tutorial részt, és legyőztük az első gymünk vezetőjét, úgyhogy lett érte egy menő badge, illetve hát azért már elég szépen alakul a kis csapatom. Hát... Igen. Azt hiszem most minden gombot sikerült megtalálnom, amit nem akarok. Nem, igen. Tehát ez az. Nem ez az. Na hát ez szerintem tökéletesen mutatja, hogy mennyire emlékszem a dolgokra. Igen, az biztos, hogy nózi van a kezünkbe, és ez az a gomba, ami kell nekünk, hogyha pokémonokat akarunk automatán elfogni. Jó. Igen, ez a map, ez amúgy nagyon hasznos. Ez továbbra is a map. Na ez az! Hát nem értettem, hogy az X-re miért nem tölt be ez, amit akartam. Bocsi. Ami nekünk kell, az a boxes. És akkor meg tudom nektek mutatni, hogy nagyjából hogy állunk. Oda van írva, hogy nézők. És akkor ti vagytok így benne a csapatban. Ott van Nózi, Predrog, Reményhal, Nicike, Reni és Neomer jelenleg a partinkban. De itt van egy Tyap-tyap, Asakura, Csaba, Viridiana, Taki, Gabe, Esebat, Pennywise, Kertrex, Little Carl, Steve, Madari és Debulon. És itt van egyébként még Phoenix is, meg Semenz is, meg Ghostface is. És itt van az alap Pokémonom, meg egy Pikachu. És itt van a többi doboz is. Itt van még egy csomó poké, amiként bekerülhetnétek a játékba. Illetve ha jól emlékszem, akkor a hatát akkor az utolsó helyre raktam a nézőket. Ja. Ennyit ugye megcsináltam, hogy az utolsó boxba legyetek ti. Úgyhogy ja. Most már szabadok vagyunk és mehetünk amerre akarunk. Na hát akkor nézzük, hogy merre lenne érdemes menni. Hoppá. Na ezt a Cortondo gymet csináltuk meg egyébként. Az az, amit így kitisztítottunk, úgymond. A Victory Roadunk 1/8-as. Ott vagyunk most. Szia Csaba! Üdv mindenkinek, srácok! Azt meg lehetne nézni azt a helyet. Igen, tehát mi ott vagyunk. Ha. Igen, ott voltunk. Vagy oda akarunk menni? Egy pillanat, srácok. Nem, az másik irányba van. Lehet, hogy meg kéne fordítanom amúgy a térképet. Aha. Most már sokkal jobb. Na, oda föl lehetne menni. Nézzük csak. Physic type használó. Physic type használó. Na. Már meg is van nyitva itt mellettem ez a kis táblázat. Physic type ellen a bug, a ghost és a dark type-os, jó? A fight type-osokat meg a poison-osokat nagyon-nagyon fogják csapni. Tehát ők a fizikesek, bug, ghost, dark.
Tehát amíg oda tartunk hozzájuk, addig ilyen csapatot kell majd összetenni. Mondjuk lehet, hogy meg is kéne... jelölni őket. Remélem, hogy nézzük csak, azt mondja, hogy nem tudja, a térképen látszódni fog, hogy őt jelöltük-e ki. Aha, nézzétek, csak rajta van, hogy hozzá akarunk menni. Oké. Okay. Közben nekiálltam takarítani a billentyűzetet random betűkjelknek. Azt úgy kell csinálni, coolers, hogy kiúszod a billentyűzetet, és akkor nem jönnek random betűk. Legalábbis én úgy szoktam. Még beküldesz egy dickpiket véletlenül a chatre. Akkor hogy írogatsz? Mobilról. Nem öltözködni akarunk. Ott vannak hopipok. Na! Bízom benne, hogy találunk valami shiny ellenfelet. Az egy budi lenne? Nézzük csak. Smoliv, az egy smoliv volt. Sunkernünk emlékezetem szerint van. Oda. Marip. Ó, egy shiny marip, de jó lenne. Tessék szépen menni. Nézem, itt nagyon nagy van ez shiny. Azt nézzétek, Nosy hogy űzi hajtja itt az ellenfeleket. Nem bír magával. Na jó, várjál. Hát, hogy ott látok egy happy need. És a happy-nik iszonyatosan aranyosak. Opa. Ja. Fatfingerrel csak mellé nyomtam. Nem emlékszem, hogy van-e happy-nink. Hát én itt nem látok. Ott van pedig. Egy ötös szintű happy-nink van. Jó, de ez lehet, hogy magasabb szintű. Hetes szintű. Meglepődnék, hogyha nem ölnénk meg azonnal. Ezért csak a quick attack-ot nyomjuk rá. Akkor jó. Hát legalább jött érte XP. Ott
lett egy kis marip. Próbálom spótolni a shiny-kat. Nyomod, Nozi. Ó, egy szuper potion-t kaptunk. Meg marip volt. Oda néz. Neo már közben szintet lépett. Ez mi a manó? Szerintem olyanunk nincsen. Massív. Szerintem ilyenünk nincsen. Na. Atakunk leesett. Légy színeved meg azonnal. Jó. Ja, és akkor most mehet rá a labda. De kevés labdám van. Az nem jó. Az nem jó. Akkor se foglak megtámadni. Maradj a labdában. Csak mondani kellett, srácok. Nem akarunk most neki nevet adni, és a partiba se akarjuk tenni, mehet a dobozba. Ott lehet nyomni egy battle-özést. Van valami szuper kristály. Na, szerintem vele duelezni fogunk. Így van. Carlos. Carlos a diák. Bár nem éppen tűnik diáknak. Wow! Dad Bulb. Nyomunk rá a Bulbra egy Flame Charge-ot. Ez jó, ez jó. Ez eddig jó. Ennyi volt, srácok. Hát... Többre számítottam. Pikachu. Csú. Csú. Légy színe, hagyj meg azonnal Pikachu. Nagyon jó. Nozi paralizálva lett. Viszont Pikachu-t úgy sikerült megcsípni, hogy nem tud mit csinálni. Az első körből kimaradt, és meg is van.
És meg is van a Pikachu. Csú! Nem akarjuk elnevezni. Így van, a ládába küldjük. Ott egy Psyduck! Terra Raid Battle. Egy erős Terra Pokémon-t kell legyőzni. Other trainers, tehát más játékosokkal együtt kell legyőzni ezt a Terra Pokémon-t. Gabcsi, köszi szépen a 63 hónapot. Gabcsi is már itt túllépte az üzenet limitet. Azt mondja, 62 és 3. Srácok, peregjenek a szvege Gabcsinak, Mizó is. Hát amúgy megnézhetünk egy ilyet. Na nézzük. Ó, hát még ti is tudtok csatlakozni. Ez egy Croagunk, vagy Croagnuk, vagy Croag akármi. Sokan úgy emlékeznek, hogy a Pikachu farka fekete volt. Hát nem tudom. Én nem emlékszem, így én csak a játékokból ismerem. Offline módban vagyok. Hát akkor persze, hogy nem fogunk találni senkit. Na várjatok. Kaptam 700 LP-t. Na. Valahogy online-ba kéne menni. Van köztetek Pokémon szakértő? Connect to internet. Hát én megnyomtam. Már most már az internetre vagyunk csak... Ne. Hát ez most eltűnt innen. Ez most gondolom probléma. Nézd meg egy Massive Frank támat. Mit akarsz? Köszi szépen, Kiyoshi, Sama és Marci. A többiek is pergetetik ám a szvegeken. Csak nyugodtan. Felfogadtam pergetitek Gabcsinak. Szia, amikor ilyen trall raideket lesz, négy csillag, így nyugodtan mehetsz egyedül is, a játék be fog dobni melléd három botot, könnyedén megcsináltam. Oksi, én mizé örültem volna, hogyha tudok más playerekkel menni, és nem gondoltam, hogy ez így el fog tűnni, hogyha csatlakozok az internetre. Ha ezt tudom, akkor nem csatlakozok az internetre, hogy megnézzük ezt a raidet. Arra, másik irány. Skvovet. Ez egy... miau? Vagy hogy kell mondani?
15-es szintű. 15-es szintű ellen megkristályozzuk magunkat. Mert... Azt nézd, Nozi milyen peckes lesz. Paralizálva vagyunk még mindig. Mert hogy le kéne szednünk a paralizáltságot. Na végre. Na végre. Nem akarok okoskodni, ha te a tájpadat használod, akkor az csak azokat a képességeket erősíti, amik abban a tájban vannak. Én nem vágom, hogy milyen képességek vannak abban a tájban. Ez itt így mozog, tehát gondolom, hogy ez. Tehát a Fly Pokémonosnál a flightos izéket. Flyingosokat. Gondolom ez a flying, nem? Száztizenegy XP. 1900 LP-t is kaptunk, és a Pokédexünk frissült. Az ott egy picsu lenne? Az ott egy picsu, nem? Az egy picsu. Level 9-es picsu. Csak megsimogatjuk. Én így simogatok. Ott egy Bonsly. Van itt még Pikachu. Csú! Mert a quick attack. Ja, amúgy le kéne cserélnünk, hogy ne Nozival ütögessünk, hanem mondjuk reményhallal, és akkor lehet, hogy sikeresebbek vagyunk. Tízes Pikachu. Na nézzük a Flame Charge-ot. Na hát paralizálva vagyunk. Na leesett az atakunk. Jó, tehát még ezzel is megöljük az enemit. Nem baj. Mármint, hogy nyugalomba helyezzük természetesen. Na. Mehet egy autóhill. És akkor azt mondjuk, hogy Neomer. Most nem... Ja, mert hogy X-et nyomtam. Na nézzük. Tízes Pikachu. Na, hát ez már is jobb. Mehet egy Scratch is. Na.
És mindjárt mehet a labda rám. A 143 XP-t kaptunk. Nem akarjuk elnevezni, és mehet a dobozba. Ó, és ott egy picsu. Na nézzük. 10-es picsu. Play, nice. Micsoda képesség. Na. Ez az. Még picsunk is van. Na. Ezt már szeretem. Ezek szerint maschifunk már volt. Helyes, helyes. Bővül az a Pokédex. Bonsly. Gyere Neomer, rád fér a fejlődés. Bonsly könnyek. Na hát, ennyi. Ott egy Shmove. Lassan tovább megyünk innen. Tök jó, hogy alig hogy a HP-nk. Ajaj. Na várjál. Gyere, Predrog. Most rajtad a sor. Na mutasd meg, Predrog, mit tudsz. És csak Predrog. Nagyon jó. Azt nem tudom, hogy Mudkipunk van-e, mert hogy ott látok sétálni egyet. Vajon van-e Mudkipünk? Hát én itt most nézem, de... De nem látok Mudkipet. Na nézzük. Az egy Mudkip amúgy? Hát ez nem Mudkipnek tűnik, ez micsoda? Csutl! Szuper effektív támadásunk van. Na. Rá a labda.
Azt hittem, hogy Mudkip lesz. Nagyon hasonlított, nem? Fogadok, hogy ilyenem már van. Nem, és nem volt. Nem, nem adom neki nevet, mert a dobozba. Hát az. Meg lett az 57-es. Oké is. Szávaszja, jó. Andi, szia-szia. Mi újság veled mostanában? R. Cutter. Na hát most nyilvánvalóvá vált, hogy itt nem fogunk tudni átmenni. Munka, 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 hát kitartást. Megpróbálunk átugrani a vizen. Ú, egy shiny Psyduck is, de jó lenne. Nem jött össze. Arácska, hagyd békén. Hát zaklat. Zaklat a macska. Na nézzük meg még egyszer. Hagyjál már békén, kalács! Nem. Ez sajnos most esélytelen. Nem baj. Akkor más utat választunk. Erre mi újság? Megcsapott a Hogwarts Legacy láz. Na hát csak békén hagy, kalácska. Nem, még nincs shiny-m, Marci. Még sajnos nincs shiny-m. Hogyan lett meg ez a motor? Szegény Pokémont lemotorozták. Nem úgy tűnik, mintha ott át tudnék menni. Amúgy lehet, hogy kell a térkép, tehát hogy... Nézzük csak. Aha. Aha. Na hát, igen, ez jó, tehát hogy igazából ott kéne menni azon az úton. Jó. Megyünk azon az úton. Kriketot! Hát, nagyszerű game a Hogwarts Legacy. Nagyon eltalálták. Ott valami nem töltött be.
neki mentünk, nézzek, ezek a maszcsifok, ezek így zaklattak minket. Na mehet valami szuper effektív. Na tessék, srácok. A 86 XP. Ennyi. What the fanny? Te nem vagy Harry Potter fan? Ez mi a manó? Ez egy őt. De aranyos kis csirke, hát még capsakid. Na nyomunk egy effektív támadást ellene. Jó. Háromszor tudtunk rácsapni, nagyon fájt neki. Hú, ez egy ilyen... izé Pokémon? Grass Pokémon? De jó. Na, szerintem ilyenünk se volt még, ilyen kapszakidünk. De volt. Nem rimlett egyáltalán. És ilyen kecskénk szerintetek voltak? Skidó. Na mehet egy effektív támadás ellenük, egy bite mondjuk. Hát ő megcsóválta a farkát. És a védelmünk lehullott. Na, úgy néz ki, hogy az első labda nem volt sikere. Milyen hosszú nyelve van. Maradj benne, Léci. Köszi. Csak szépen kellett kérni, srácok. Csak úgy szinteződnek itt a többiek. Hát úgy néz ki, hogy Shidónk is volt már. Francban. Ott egy csacsi. Szerintem ilyenünk nem volt. Ő a Nimble. Nagyon jó. Nagyon jó, nagyon jó támadás volt, Predrog. Na nézzük, hogy megvolt-e ő nekünk. Még Nimble-ünk is volt, srácok. Na, azt néz... nézzük meg csak, hogy ilyen csacsink volt-e? Van-e csacsi? Van. Méghozzá Debulon a csacsi. Fáni is van. Ott vannak a monkey-ok. Így van, minél kevesebb a HP, annál könnyebb a labdába tartani. Elvileg ebben a játékban is ez így van. Ö...
Mennyit kell? Aha, még sokat kell mennünk, jól van. Igen, igen, a Pokémon Go-t, azt én is nyomom. Ó, egy Makuhita! Van-e, vajon van-e Makuhitánk? Van Makuhitánk, jó. The Vine Goes Whoosh! Fáni. Az igen, milyen kis asztallal nyomják ott. A menetrendet azt nézted bánhol? Mert ha megnézed, akkor ez szerintem egyetemű. Választod a kérdésed, hogy fogok-e még vobozni. Azt mondj... Új, predrog, ez nem jó. És még egyet. Nagyon jó, szép volt predrog. Ki kell cserélnünk a vezető pokét. Hát most látom. Flitő! Nekem tudod, mi hiányzik, Andi? Jó kis lúpírozás. Mert a fröcskölés. Szerintem... Szerintem Pokémon-t kell cserélnünk. Megpuskázzuk, hogy a Flittle ő mit tud. Flittle, igen. Egy physic type, ha jól értem. Így van, physic type-os ellen pedig Bug, Ghost, Dark. Ott van egy Ghost, ott meg egy Bug. Jó, szerintem Nicike szuper lesz ellene. Gramot azt nekem is kell vennem. Na, Nicike, mutasd, mit tudsz. Ja. Azt hittem, hogy ez egy támadás. Mármint, hogy nem egy ilyen debuffolás. Bug, Ghost, Dark. Jó, akkor lehet egy Psybeam. Na, hát ez nem volt very effektív, ez várató volt. Nézzük meg, hogy be tudjuk-e fogni. Még DDR3-as ramod van, Andi. Wow. Akkor ez nem mai masina. Na, hát a Flittle-ünk még nem volt.
Ő a 263-as. Ott még van ilyen flipa. Psyduck! Jaj, basszus. Mert a Mudslap remény hal. Ez egy szuper effektív támadás volt. Ökkérászi csökkentő. Ez is egy szuper effektív támadás volt. Remény hal, kapta egy kicsit. Azt mondja, hogy hát... Igen, látom, hogy baj van. Na gyere, Remi! Nagyon jó. Na, majd kíváncsi leszek, hogy milyen éjcéd lesz. Na hát még Remi is tudott így legalább fejlődni. Nézzük meg ezt az utat. Na basszus. Csak véletlen mentem neked. Hát Arion, az a helyzet, hogy lehet, hogy te tudod, hogy mire gondolsz, de mi nem tudjuk, hogy mire gondolsz. Tehát, hogy amikor azt kérdezed, hogy hány százalékra játszottad ki a gémet, akkor milyen gémre gondolsz, mert nem csak egy játékkal játszok. Na, Micikének a gázt képessége az jó lesz. Erre. Hány százalékra játszottam ki ezt a játékot? Nem tudom. Most van benne nagyjából 10 órám. Szerintem olyan... 3 százaléknál járok. Mikor az elején mutattam, hogy mi a haladás, akkor ott sok minden fel volt sorolva, és nekem a sok mindenből egyetlen egy dolog volt meg. Egy ritka csont! Ja, egyszerű a válasz, mert minden 100%? Jogos, ja jó. Csacsi. Wow! Ez mi a manó? Na jó, srácok. Azt mondja, hogy autoheal. Mi csinálsz? Autoheal. Ja, igen. Tehát revive-olni kell az elhullott pokékat. Jó, hát akkor... Ahhoz... Belenyúlunk az
a bagünkbe. Jó, szerencsére, van szerencsére 11 revive-unk. Jaj, nem is rá akart kell használni. Jó, jó megpagyást, vagy mi, Andi? Jó, róla meg a paralízist kéne leszedni. Így van. Nagyon jó. És akkor most lehet csapat, jöhet a csapatrendezés. Nózit berakjuk elsőnek. És akkor megnézzük azt az ízét. Na. Karkadet. Tehát egy csárkadét. Csárkadét. Róla mit kell tudni vajon? Megnézzük a Bulbapédián. Ő egy Fire type-os, tehát akkor a Fire type-os, akkor ellen egy Water Ground Rock-os, jó. Aha. Hát... Jó. Nagyobb szintünk vagyunk. Nagyobb a szintünk, tehát csak jobbak leszünk. Azt hiszem olyan támadásokat nyomtunk mindketten. Na. Hát igen, ő tüzes támadásokat nyom ránk, az meg ránk annyira nem hatásos. Fél HP alá ment, úgyhogy esélyünk van, hogy befogjuk. Meg lesz. Meg lesz ez, Nózi. Akkor is meg lesz. Butadot! Nem merek amúgy még egyet rácsapni, mert akkor eltűnnem. Jó, rá kell, hogy csapjunk egyet. Jó, hát először gyógyítanom kell magam. Mert egy Super Potion. Kaptunk egy smogot. Na, lejjebb vittük az atakát. Mert egy quick attack. Na, hát ezért nem mertem amúgy megtámadni. Pont ezért nem mertem megtámadni. Francban. Lett egy full healünk.
Electroball. Hát valami fénylik. Ha egy monkey idegeskedem. Van Mr. Eve? Ó, köszi szépen, Teddy. Köszi szépen az infót. I won't lose. Látom, hogy ott lent lehetne menni. Vannak itt nagyon agresszív ellenfelek. Júj. Just call a flying taxi. Csacsi. Na nézzük. Na nézzük. Na tessék. Az igen, valakinek Eevee-evolvia van. Az egy Espeon vagy? Az egy olyan... Az lehet, hogy nem Eevee, pedig úgy néz ki. Az egy Eevee-evolve, ez nem tudom milyen. Nem ismerek minden Eevee-evolvat. Mehet. A Nosy kisebb verziója ellen fogunk játszani. Most arra várunk, hogy ketten redízzenek. Ezt ki akartam próbálni. Ó, átváltották a pokéjaikat. Hogy ugye... Simán nagyon tudják csapni. Ez jogos. Ebbe bele se gondoltam. Nagyon durva pokéjaitok vannak, srácok. Ez az első ilyen raidünk. Rögtön lecsapott egy shiny húsvéti tojást. Ez gyorsan ment. Ez a raid, ez nagyon gyorsan ment. Hát még meg sem tudtuk nézni, hogy mi történik. Ez nagyon gyors volt. Szerintem még egy támadást se tudtam elnyomni. Olyan gyorsan inasba rakták a társaink. Ja, a Fletchling. Hát
most csak annyi a terv egyébként, Teddy, hogy így fogdosan a pokékat, azt ennyi. Szia, Nicika. Wow. Olyan larvitára kell nekünk. Hetes. Hát akkor szerintem mi nem vagyunk jó helyen. Szerintem ez a hely nem jó, amúgy. Jó, hát akkor itt átfutunk. Szerintem ez egy elég kemény zóna. De be... Ó, te jó, ez a Deino. Szerintem őket se tudjuk megfogni. Aha, 40-es Deino. Hát, ez még nem a mi szintünk. Jaj, ne. Ez mi a manó? Szalandit. Nem tudunk elmenni. Jaj, Nózi. Jaj, Nózi. Jaj, Nózi. Szegény Nózi. Run! Jó. Akkor gyorsan ki ebből a barlangból. Hú. Ja, és akkor még egyet adunk neki. Nem, biztos nem harcolunk. Shortcut! Can I help info? Nem, most egyelőre meg vagyok. Na, még egy ilyen Gimme Ghoul Coin. Ami azt jelenti, hogy arra a Six, az gondolom egy elég erős terület lesz. Ugye, srácok? Hát azért nem volt full damage, mert nem estünk. Ha estünk volna, akkor az bizony fájt volna. De itt nem történt esés. Ott egy, az egy Psyduck Evolve. Wow! Hát arra kíváncsi leszek, hogy ez a Deino, ez hanyas. Hát 41-es, persze. Ott egy sableje. Micsoda barlang. Micsoda barlang, skacok.
Nem már! Sableljen! Hanyas vagy? 43-as? Ú, még hogy el tudunk innen szökni. Sziasztok, hello! Jaj. Képességekre volna szükséged erre a terület. Képesség? Hát nem. Milyen képesség? Ami majd később szerezhető meg a játékba, hogyha csinálnám a küldiket? Hát az most már biztos, hogy egyelőre ez a terület nem nekünk való. Jaj ne, nem akartam a Bingullal harcolni. Hajrá, Nózi! Nagyon jó. Na tessék, Neomer is szintet lépett. Mert ezek olyan dolgok, Teddy, amik majd csak később lesznek. Nekem elérhetők. Energia gyökér. X pontosság. Is this for you? Kérdezi. Persze, hogy kihúzzuk ezt a sztéket. Eltűnt. Venisált a sztéket. Mást itt nagyon nem is látok a barlangban. Látom, hogy ott van még két út. Area 4. Dearlingek. Malacka. Nem is láttam, mi ez. Ő egy 19-es Toxel. Toxelünk szerintem még nincsen. Bzz, azt mondja, bzz. Nózi paralizált. Mert... Sajnos szuper effektív támadásai vannak Toxelnek. Na. XP. Hát ezek szerint még toxelünk is van.
Mondjuk simán lehet, hogy csak találkoztunk vele. Mivel látsz egy Pokéballt a Pokémon neve mellett, akkor már van olyan... Ó, igen? Itt vagyunk a túloldalon. Megjött a felismerés, hogy hol vagyunk. Pacsi... Pacsi Rishu. Ezt a pacsirisút el kell fogjuk. Szuper effektív támadás nyomott ránk, sajnos. Na gyere! Gyere, te női pacsirisú a labdámba! XP. Na. Alex Squirrel Pokémon. A 201. Tök jó. És van egy barlang. Akkor ez nem is barlang, hanem ott lemehetnék. Aha. Na nézzük erre mi van. Ott volt egy Murkrow. Na, fogunk egy Murkrow-t. Elektrik támadás jó lenne ellene, ahogy látom. Na ez király. Megpróbáljuk elkapni. Lurkimótot szerintem azért nem tudsz csatlan a pontból kiváltani, Andi, mert animált imót. És animált imótokat nem lehet kiváltani. De ne kérdezz, hogy miért ilyenre csinálta a Twitch.
Viszont a follower emotokat most már bárhol lehet használni például. Régebben ki tudtam? Hát lehet, hogy régebben nem volt animált emote alert. De animált emote-ot nem lehetett sose kiváltani csatornapontban. Ezért is van így jóló, mert a szeget nem tudja mindenki használni, csak a feliratkozók. Hát ez a morkó nem akarja, hogy elfogjuk. A Darth Vidor. Na, ott van. Ott is van. Ott is van a Murkrow. Ő lett a 232-es pokém. Még mindig az a cél, hogy megszerezzük mindet. Melyik lett a kezdő pokém? Mindjárt mutatom. Ilyen tűzetípusú. Our modest fellowship expands. Praise the sun. Na várjál, most én ide szedegetem a pokékat. Na várjunk csak. Szóval, én Charmandernek neveztem el, de ő egy... Gőzöm sincs, hogy micsoda. De hogy ő az. Fú, ekkokó, tényleg? Aj, de hát itt köréngyűltek itt a pokék. Ja, látom, ott van. Ott van a kis pokelabda, hogy ő már megvan nekünk. Na, lecsót beletesszük. Szféra karcoló, köszi szépen, hogy Andinak a 11. hónapját lehetővé tetted. Srácok, beregjenek a szegek. Szvéra karcolónak és Andinak egyaránt. Köszi szépen. Köszi szépen a támogatást. Azok is tudják pergetni, akik nem feliratkozók, srácok. Na. Ott van még egy Murkrow. Na, challenge alone. Na várjál, hát ez egy svabló. Mint egy. Ennek az a jó, hogy van fire támadása. Köszi szépen, Dragotka. És köszi szépen, Marci, a pergetést. Hát ez egy kis sugattan pergethetik el. Time limit van. Revivalni lehet, igen. Időbüntetés. Van cheering, ami stat boostolás. Na, mehet a támadás.
Igen, én ebből lemaradtam. Majd, hogy erről lemaradtam, az biztos. Hát én végzem itt a munkát. Ez sima volt, srácok. Köszi szépen, Lassza, a pergetést. Nagyszerű. Wow! Hát nem is volt még svablónk. Úgy néz ki, hogy eddig még nem is volt svablunk. Meglett a 219-es. Oké is. Köszi szépen, négy cikke neked is. Megyünk akkor most lejjebb. Hú, de lehet följebb is menni? Hyper Potion. Szia, Golden Samurai! Üdvöd mindenkinek! Nyomod! Nyomod, Nózi! Jövök, Nózi. Fel kell tápolni Nózit. Meg a csapatot. Jújúj. Jújúj. Jó, nem akart bántani, de mi bántani fogjuk. Néha nagyon beteg vagyok. Néha beteg szoktam lenni. De mindenki beteg szokott lenni, nem? Ha csak te ízék a cérkodsz itt a hiper-szuper immunrendszereddel? Onyx. Na, inasba rakjuk a lecsókat. A lecsó fivérek. Nagyon tetszik, ahogy jön az XP.
Reni evolvolni akar? Simán át. Nagyon jó. +129 XP. Na tessék, még a dealinget is elvártuk. Kényelmes farmolásokban. Hova tovább? Hello! Mi a Predrog? Rájlú! Rájlú! Megpeckeljük? Basszus. Akkor nem lesz Rájlunk. Francba. 26-osként a 16-osnak ez nagyon fájt. Szia szemez. Na, hát Predrognak micsoda pergetés csaptok. Ezt már szeretem. Köszi szépen Predrog a 15 hónapot. Mi újság, mi újság. Nem emlékszem, hogy... Houndur lenne a csapatban. Ne! Istenem! 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 Jeez! Szevasz! Mi helyzet, G? Jézusom, hát mit csináltok itt Nózival? Na. Na tessék, Predrog megjött és még szintet is lépett. Na nézzük csak, van-e Houndurunk? Látszólag nincsen. Egy Meowth Evolve, valami Persian, vagy mi annak a neve? Hogy hívják a Meowth-nak az Evolve-ját? Na, ezt szeretem. Szeretem ezt a pozitív látásmódot, G. Jó étvágyat egyébként. Micsoda. Persian. Na hát, majdnem jól mondtam. Majdnem jól mondtam. Bejelented magad munkanélkülinek? Na hát a legjobbakat, Jim. Na. Houndoomot már látunk, de Houndoomot még nem. Hát ez hihetetlen, srác. Ez hihetetlen. Mit akartok, masszifok? Az igen. Mondhatni igen, G. Mondhatni igen, minden. Minden frankó. Lilu, lilu, lilu. Nyomod. Nyomjad, nyomjad! És Istenem, nyomod! Nagyon jó!
Szia, Mekléri. Lesz-e vovozás? Nem írtam a menetrendbe bele a vovot. Vagy nem látszódik a mai menetrend? Se Discordon, se Redditen. Leadt volna a Reddit vagy a Discord, srácok? Na gyere, Perzsa! Ő egy 28-as Perzsa. Mindkettő működik? Na, akkor jó. Buta vagy ezek? Ez a leírás volt, a menetrend gombra rányomsz, akkor ott látszódik. Egyébként ma nem lesz fó. Szerdán is csütörtökönként szokott lenni, de a menetrend még mondhat mást, ugye? Na. Megpróbáljuk elfogni ezt a Perzsát. Ja, igen, kedden volt korábban a szerdai helyett a WoW. De ez így jobbnak bizonyult. Srácok, 28-as pokét fogtunk el? Úgyhogy a 26-os a legmagasabb. Ja, hát a keddi vovozás az nem volt jó. Sajna. Sajna nem volt jó. Tegnap nyomtam este a vovot. Hát, jobb is, hogy nem láttátok. Három körre jelentkeztem, nagyjából egy-másfél órán ment el, és hát mindegyiknek vége lett. Mindegyik dungeonnek vége lett úgy, hogy kiliváltak. Az elsőnek úgy lett vége, hogy látta a srác, hogy 2 perc van hátra, és még 2 boss az Urva ulton. Úgyhogy azt mondta, hogy hát srácok, ez már nem lesz meg úgy, hogy kilépek. Köszi, Liam. Köszi. Úgyhogy hát elég szívás volt. Elég szívás volt a tegnap este így a WoW szempontjából. Na hát ugye ezek már az utolsó napok. És hát pont ezért vettük le a műsorral a keddi WoW-ozást, mert hogy nem jó. Mi van, ha lejár az idő? Hát megkapod a lootot, csak nem fog fejlődni a kulcs. Igazából ennyi. És nem lesz el olyan menő, nem lesz olyan menő a teljesített dungeonjeidnél, hogyha ez lesz a legjobb, akkor ez nem fog jól kinézni. Ennyi. De eddig tetszett. Ja, a kiek tetszik, csak a keddi vovozás az így nem jó, mert az a reset előtti utolsó nap, amikor már csak azok csinálják, akik last minute-be nyomják a dolgot. Na, ha kilép, akkor is veszik a kulcs. Hát ha kilép, akkor biztos, hogy tönkre megy, mert hogy nagy valószínűséggel 4-en már nem fogjátok végigütni az instát, tehát hogy nem csak, hogy lootod nem lesz, a francba, vitáltunk. Nem csak, hogy lootod nem lesz, de még aki a kulcs, annak visszatörik egyel a kulcsa. Ha jól tudom. Mentünk egy 14-eset, kilépnek, akkor abban egy 13-as kulcs lesz. Tehát, hogy még hogyha nem is lesz meg időben a dungeon, még akkor is érdemes lemenni, mert lootot dobhat a végén. Kivéve akkor, hogyha már neked nem dobhat olyan itemet, akkor már nem éri meg végigmenni.
de még akkor is feljebb tolhatja, ha nem lesz upgrade, nem lesz upgrade a kulcs, nem tolod le időbe, akkor is bekerülhet ugye a heti dungeonjeid közé, ahol, ami azt segíti előre, hogy a vaultból jobb lootot kap. Tehát, hogy nem olyan nagy hülyeség lenyomni a kulcsot. Ja, és mindezt úgy egyébként, hogy én voltam az első DPS, a második nem tudom ki volt, és a harmadik ő volt a DK-jával. Tehát a harmadik, azaz az utolsó DPS lépett ki egyébként. Miről maradtál le? Na hát például arról, hogy a miről maradtál le kérdésnek semmi értelme, mert visszanézed a streamet, valószínűleg senki nem fogja neked összefoglalni, hogy mégis mi történt az elmúlt egy órában. Legalábbis az elmúlt 6-7 év alatt én nem igazán láttam ilyet, hogy bárki összefoglalta volna erre a kérdésre a választ, hogy így mi történt. Köszi szépen a 67 hónap töretlen támogatásodat. Wow, srácok, peregjenek a szögek. Szóval, hogy a miről maradtam le kérdés, az egyik legértelmetlenebb a Twitch-en. Mert meg tudod nézni. Na, Crab Ravler. Ő nem tudom milyen Pokémon. Egy fighting type-os, srácok. A fighting type-osra flyingos atakot kell nyomnunk. Jó. Üdvözlünk mindenkinek, srácok. Nyomunk még egy peckelést. Most is van. Hát most nem csaptunk akkorát az helyzet, mert ugye nem tudtuk kristályos formává tenni magunkat. Úgy mindenkinek, srácok. Ez könnyű volt, srácok. Tetszenek ezek a raidek, mert tök jó a jutalom, és megéri csinálni. Igen, olyan volt ez a pokélabda dobás, mint egy Rasengan. Na, srácok. Meg lett a 118-as poké is. Nagyon jól haladunk amúgy ma. Tök jól haladunk, srácok. Szevasz, Snowzy. Na, tessék, ott a Houndoom. Megnézzük a Houndoomot? Hát amúgy meg lehetne nézni. Ilyen.
Lehet egyébként, hogy velem van a baj, srácok. De... nekem... Mindig is ilyen... kellemetlen, per felesleges kérdés volt az, hogy vagy, meg milyen napod volt. És most itt senki ellen nem szólok, hanem csak elmondom, hogy nekem ezek olyan, ezek a small talk-os dumák, ezek annyira nem adják. De nem tudom, hogy ti ezzel hogy vagytok. De ez lehet, hogy azért van, mert ilyen antiszoc vagyok. Valahogy be kell indítani a beszélgetést? Hát nem tudom. Én általában akkor valami specifikus dologra kérdezek, hogyha már ismerek egy illetőt, vagy tudom, hogy milyen témák érdeklik, akkor azzal kapcsolatban kérdezem, nem milyeneket. Ja. Amúgy szerintem pont ezért ilyen izé. Felesleges ez a kérdés számomra, legalábbis tartom feleslegesnek szférakarcol, mert az emberek nagy része. Amit most itt nem rátok célzok, hanem hogy így általában az emberek megkérdezik, de amúgy nem is érdeklik, csak megkérdezik, mert amúgy nem tudnak mást kérdezni, de szeretnének beszélgetni. Ja. Szóval, ja. Most erre mit mond valaki, értitek? Most például... megkérdezel valakit, akivel szeretnél beszélgetni, de nem tudod, hogy hogyan kéne beszélgetést kezdeményezni, mit fog mondani? Ja, jól vagyok. Tehát, hogy így... Én mondom, az esetek nagy százalékában ezeket a beszélgetéseket úgy látom, hogy megkérdezik, hogy hogy vagy? Mizu? Semmi különös, jól vagyok. Tehát, hogy így... Ez annyira értelmetlen. Mi újság? Semmi, nem sok. De... Mondom, ezzel a dologgal lehet, hogy csak egyedül vagyok, és lehet, hogy csak én tapasztaltam meg a rosszat ezzel kapcsolatban. Nincsenek pozitív tapasztalataim. De hát én amúgy nem nagyon járok úgymond IRL emberek közé. Úgyhogy lehet, hogy csak azért nem. Hello. Rip. Hogy nem vagyok? Nagyon jól vagyok. És ha én tényleg csak a felől érdeklődök, hogy milyen a napod? Lehet, hogy csak én nem tanultam meg válaszolni ezekre a kérdésekre jól. De általában nekem jó napjaim vannak. De hogyha nincs is jó napom, nem hiszem, hogy elkezdek panaszkodni. Ha meg elkezdek panaszkodni, az általában a stream elején van.
mert ez egy szórakoztató műsor, nem fogom nektek itt lehúzni a kedveteket, holott lehet, hogy egyébként nektek is rossz a kedvetek, értitek? Tehát, hogy így ez egy kicsit ilyen ellentmondásos dolog. Tehát, hogy nem hiszem, hogy tőlem sokszor ilyen panaszkodást fogtok hallani stream közben. Max ilyen sírás, meg ilyenek, hogy nem tetszik a gépi magyarítása a Hogwarts Legacy-ban. De így ennyi. De hogy én nem hiszem, hogy nagyon így azt halljátok, hogy így panaszkodok. Megkérdezitek, hogy mi újság, és akkor hát nagyon rossz volt a napom, pont bezárt a posta előttem, meg mit tudom én, értitek. Mert nem használom az autóhírt? Hát ez egy jó kérdés, elfelejtettem. Ha az autó hélen működne amúgy a revive, akkor valószínűleg többet használnám. Amúgy lehet, hogy nekem igazából csak ez a small talk nem jön be. Igazából lehet, hogy ennyi, srácok. Szia RRK, igen, első playthrough. Elvileg ez a Twitch tegeknél ott van, így van. Én csak jó kedvet akarok okozni, Coolers. Kivéve azoknak, akiknek nem tudok. Azoknak nem akarok. Mi a vélemény a fazmofóbiáról? Ez egy klassz kis csapatos játék, nyomtuk is a hard moddal, de az a game nekem annyira semmilyen, hogy csak na. A horror játékokhoz tudjátok, hogy mi a hozzáállásom. A Resident Evil 2-t is csak azért nyomtuk végig, mert magyar nyelvű volt. Nem akarom megváltoztatni Nózinak a movesetjét? De lehet amúgy, hogy lehetne jobbakat kiosztani. Viszont erre az 1-2 órára nem akartam ebbe jobban belemenni, mert akkor azzal menne el 1-2 óra, hogy egy jó csapatot akarok összerakni. Hát akkor egy olyan csapatot kéne összeraknom, ami így nagyjából lenne egy olyan csapat, amivel rómolok így a világban. Amúgy már ez az elképzelés megvan a fejemben. És specifikusan bizonyos típusok ellen lehetne ilyen bagást összetenni. Úgyhogy ja. Legdubább a move-okat betenni. Egyes pokéknak. Úgyhogy ja, jó játék a Phasmophobia. Ha lesz közös megmozdulás belőle, akkor biztos nyomom, de így nekem az így a játékok között a leges-legutolsó helyen van.
mert annyira nem mozgat meg. Jaj! Láttam-e, hogy az új fazmofóbia milyen? Nem. De... nem mondom őszintén. Nem is nagyon érdekel. És ebben most semmi offenzív nem volt, csak egyszerűen abszolút nem mozgatnak. Ez olyan, mintha azt kérdeznétek, hogy láttam-e, hogy milyen lett az Outlast 8? Hát, tovább kéne mennünk, mert ilyen pokékat már láttunk, ilyen pokékat már ütöttünk. Nózi meg a csapat nagyon szépen szinteződik, de ez kevés. Valami új pokét szeretnék most fogni. Jaj, basszus. Micsoda? A Ferrero mogyoró beszállított cserélt és rossz az összes? Komolyan? Mi a manó? Hát RRK az a helyzet, hogy kéne nyomnom a játékba a haladást. Mármint olyan szinten, hogy nem csak nyomom itt a free roamot, hogy így szaladgálok, aztán fogdosom a pokékat, de én a Pokémonban ez az, amit a leginkább szeretek, hogy így megyek, és így fogdosom a pokékat, úristen, ilyet még nem is láttam, hú, vajon ott van egy shiny, és annyira, de annyira sokat rangú az, hogy így haladjak például a sztorival. Na, itt például most én lemegyek, mert ott még nem jártam. Úgyhogy ez az, amit így a legjobban szeretek, és hiába adna a sztori hozzá a gameplayemhez, nehezen veszem rá magam, hogy most ezt így mégis csináljam. A Pokémonok természetesen akarják, hogy én fogdossam őket. Na, tehát ne, hogy rákriteljünk a Rylura. Szeretnék egy ilyet. Szeretnék egy ilyen pokét. Na. Szia, Sakura. Szia, Little Card. Üdv mindenkinek, srácok. Ezt a Pokémon Go-ban nagyon szerettem ezt a pokét. Tök jó lenne elfogni. Ah. Egyébként ebben a játékban is elég erős tud lenni. Egyébként a napokban, ha már a panaszkodást akarjátok hallani, az zavar a legjobban, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok játék van, ami, hát eddig is nagyon sok játék volt, ami így érdekel, de nagyon sok játék van, amivel játszani szeretnék, és alig van idő mindre. És ez iszonyatosan zavaró. Hogy még jobban le kell adnom az igényeket. Pedig hát én, ha valaki, én aztán így, hogy streamelem nektek a gémeket, több időm van, mint egy casual gamernek. És még így sincs elég időm mindenre. Van-e Starlink vajon?
Jaj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 
Na nézzük csak. Vajon van-e Starlink? Most megint miért mentünk át a nézőkhez amúgy? Szóval arra kell rájönnöm, srácok, hogy van-e sablunk. Én ahogy látom, nincs. Aztán vagy mit mondtam? Mit tudom én? Nem emlékszem már. Nem emlékszem már, hogy őt hogy hívják. Nem Schwab, biztos, hogy nem Schwablu, hanem Starly, az. Starly. És van Starlink. Hát mindegy, az XP miatt elverjük őket. Starly. A Starlyk kinéztek maguknak. Na, hát az ott már valami. Annál a toronynál mi biztos, hogy nem voltunk még eddig. Akkor is működik a search, hogyha nem az a neve a pokénak, hanem így a típus alapján is tudok keresni. Ó, kitartást a rendezkedéshez litakál. Treasure Ahoy, azt mondja. Azt mondja, hogy nulla tréner győztünk le. Úgyhogy ezen kéne ügyködnünk. Tehát ezen a területen nulla tréner győztünk le. Wow. Hát az alvás, az nekem is ez a hozzáállásom, vagy felesleges időpazarlás. Néha jól esik befeküdni az ágyba, kényelmes, meg ilyenek, de az a fekvés, nem az alvás. De jó! Annak a kutyának egy Grivard. De jó! Tehát Neomert kirántották. Aki sokat alszik, esetén. Ez a kutya nem tetszik. Én nagyjából amúgy 6-7 órán szoktam aludni. Néha jól esik egy-egy hétvégente, nem minden hétvégén, egy-egy hétvégente, mit tudom én, aludni egy 9-10 órát is. Ennyi. Na, akkor most már azt fogja mondani, hogy egy. Igen. Ha, tehát akkor még kell 4 tréner.
Jelenleg elérhető számomra a fast travel ebben a játékban? Már ha van ilyen? Hát neki egy kopanya van a fején. Sligo. Na nézzük, mit kell tudni a Sligóról. Erre kíváncsi leszek. Sligo egy sárkány típusú Pokémon. A sárkány típusú Pokémonok pedig azok ellen az Ice, a Dragon és a Fairy az, ami így jó nagyon. És a sárkány típusúak a sárkány típusúakra a sebeznek a legtöbben. Mert egy peckelés. Hú, a rászt az... Amikor elkezdtünk rásztozni, egy hónapon keresztül szétfüggtük. Na most ezt a 30-asat nagyon király lenne, hogy el tudnám verni. Bár nagyon esélyes, srácok, hogy ő nyer. Szegény Nosy confused lett, és megcsapta magát. Tehát Nosy, ne csapkodjad magad! Ellenfelünk elkezdett esőtáncot nyomni. Nosy! Jó, azt hittem, hogy megcsapja magát. 1000 pont! Nosy tanult egy új move-ot, az Agility-t. Hát én most azt mondom, hogy válasszuk ki ezt, de hát mit tudom én, hogy mit akarok. Fletchinder. Na. Ha már megkérdeztem. Meg kell nézni, hogy akarok-e ilyet, hogy Agility. Fletchinder egy Fire és egy Flying type-os Pokém. Szerintem az Agility, mivel fizik, vagy mi ez a típus? Ez... Igen, ez egy Physic type, ezért erre szerintem nincs szükségünk. Na mit mondtam úgy? Ja. Ja, szerintem is ezt hagyjuk ki. Meg akarja tanulni a Draining Kiss-t is. Hát nézzük meg, ez micsoda. Draining Kiss, ez pedig egy Fairy type. Hát szerintem erre sincs szükségünk. Tehát el lehetne lopni az ellenfelünk HP-ját. Szerintem erre sincs szükségünk, megkérdezzük.
A string shot helyére... Ja, várjál, hát... Na. Tehát most Nicikéről van szó. Nicike, várjál csak. Tehát Nicikének lehetne egy draining kisse. Na, hát akkor már is váltunk. Egy pillanat, srácok. Vivillon, ez egy Vivillon Pokémon. Aha, és ez egy fairy type a draining kiss. Hát ő bug és flying. Úgyhogy szerintem nem kell neki draining kiss. De a string shotot szeretnél lecserélni. Speed statot tudunk csökkenteni ezzel amúgy. Hát, amúgy ennek a helyére... Ja. Én amúgy ezt lecserélném egyelőre. Viszont most már protectet cserélnéd le? A protect... Hát ja, a protect helyére jöhetnem. Nem kell... Na, most meg a sting shotot akarja. Jól van, hát szórakozol itt. Tadá! Hát ez nagyon sok XP volt most. Ezekre a világító ellenfelekre nagyon rá kell akkor startolnunk. Ez egy Marip. Vagy ez nem Marip, a Fluffy? Nem tudod eldönteni, Nicike, mit akar? Az a helyzet, hogy... Ez shiny, nem? Nem. Az a helyzet, hogy a shiny-nak zöld a farka. Jó. Akkor igazából őt le lehet győzni. Azt hittem, hogy a Fluffy shiny. De... Zöld a farka a shiny-nak. Ja, mert hogy a Marip, azt hiszem, a shiny Marip az rózsaszín. Így van, a shiny Marip rózsaszín, a Fluffy pedig rózsaszín alapból csak zöld a farka. Akkor jó. Ez is most egy csomó XP. Nagyon jól jön az XP. Ezt nem gondoltam volna. Mi? Ja? Nem Nózinak adtuk a potit. Van Hyper Potion, ami már 120-at heal-el. Ott van ilyen Chigusz. Jaj, ne. Masti. Már meg iránk jön. Hát a Louvre diszke, hát rögtön, srácok. Szerezzünk egy... Oda tud... Dobod oda! Ha már Valentin nap van, akkor egy loop diszket szerezünk már. Hát itt nem lesz loop diszk szerzés.
partra vetett lúdiszkünk lehetne. Hát ez rippentyű, srácok. Ez most még sajnos rippentyű. Na hát még ilyenünk sincsen. Egy quillfish. Ez várható volt, hogy a tüzes támadásunk a vízre nem lesz nagyon effektív. Szerencsére ő se effektív támadás nyomott ránk. Most szelektálod a lúdiszkjeidet? Szereztél hétvégén Shine-it? Esetleg? Na nézzük. Hát ez a kért is nem akarja könnyen adni magát. Új, szuper effektív támadásokat hajt rajtunk végre. Ah. Bizony, jól látjátok? Félfisünk még nem volt. Szia, Balog! Hát olyan se volt még. Valami oyster, cloister, moister, mit tudom én. Na, Ebb Shelder az. Csak az Evolviának a nevét mondhattam, vagy a hozzá hasonlót. Na ebből nekem volt Shiny a Pokémon Go-ban. Jó, tehát ez megint ismét várató volt, hogy vizes pokénak nem fog fájni a tűz. Egy peck. Férjednek sikerült? Na, tök jó vert, igen. Neked shiny liptungod lett? Nekem ilyen random shiny már nagyon rég volt. Mondjuk nem is játszok annyit sajnos Pokémon Go-ban. Szerintem még Shelderünk sincs, bár nem figyeltem. Ja, frissült a Pokédexünk, tehát ezek szerint akkor nem volt Shelderünk. Frankó. Hát ez nagyon frankó, srácok. Tök jól haladunk itt a pokefogásokkal. Nekem az hiányzik, legalábbis, hogy újra aktívabban csapassam Pokémon Go-t, hogy mit tudom én, egy-egy Comday-nél mondjuk kimozduljunk. Pont akkor kezdtünk bele úgy igazán a Pokémon Go-zásba, amikor így éltük a komdélyeket, és aztán jött a Covid, és hát akkor annak úgy vége lett. Az adott egy feelinget. Sétálgatunk. Szerintem egyszerűbb, hogyha megdobom labdával, mint sem rájövök, hogy hogy hívják. Igen, a Margit szigeten nyomtuk mi is a Comday-t. Ne! Hát ez elszökött. Ez egy Chansey volt, vagy nem is tudom már, hogy hívják. Azt hiszem Chansey volt.
Na basszus. Azt a toxát szétcsapjuk. Ezt a képességet amúgy még eddig nem is láttam. Otthonra is jól ment amúgy a komdéjezés egészen addig, ameddig az incense nem változtatták meg. És az egy helyben álló embereknek már nem ment annyira jól az incense, mert most már azt hiszem mozogni kell, hogy jól működjön az incense. Nagyon béna lett. De amúgy lehet, hogy eddig is ilyen volt, csak a Covid miatt változtatták meg. Mozogsz, vagy 5 percenként kapsz egy Pokémon? Igen, igen. Az nagyon béna. Az úgy nagyon béna lett. De nem tudom, hogy egyébként, hogyha mozogsz, akkor meg jó-e egyébként. Igen, régen volt ilyen, a Covid miatt átváltoztatták, majd most vissza, aha. Ja, szóval ezek a változtatások, amik a Covid miatt jöttek, ezek amúgy tök jók voltak, mert így tetszett. Viszont ahogy így elvették ezeket a dolgokat, így, hát így egyre kevesebb kedvem lett játszani a játékkal. A mozogsz nagyon jó. Ó. Oh. Akkor lehet, hogy csak mozogni kéne. Hát a poékat, hogyha nincs poé, ahol lennie kéne, ott te tudsz beküldeni. Hogy legyen. Mondjuk... Én próbáltam poét átmozgatni, ami nem jó helyen volt, és így 4-szer vagy 5-ször dobták vissza a változtatási kérelmemet. Úgyhogy ilyen téren én nem vagyok túlzottan sikeres. Hogy tudsz beküldeni? Hát elvileg, hogyha már 40 közel vagy, de már szerintem azon változtattak. Régebben 41 szint kellett, de most már szerintem 40 alatt is lehet beküldeni stoppokat. Meg hát ugye még mindig a klasszikus a... Hú, hogy is hívják azt a másik játékot? Hú, ez egy nagyon régi játék. Mármint telefonos játékhoz képest. Hogy hívják azt, ahonnan szoktak a Pokémon Go-ból átemelni? Ingress. Szóval az ingresses poékat szokták átemelni. Ó, Kaknea! Kaknával még nem találkoztunk. Ami helyek egyébként tele vannak, például az egyetemek. Az egyetemek tele vannak rakva, hogy hívjákkal? Poékkal. Nem tudom, hogy azokon változtattak el, de például az ELTE tele volt rakva, ott a... Hol is? A budai oldalon, nem tudom, hogy hol, az iszonyatosan tele volt rakva pokestopokkal. Tehát gyakorlatilag az éri meg a legjobban, hogyha egyetemistaként nyomod. Egy Margit szigetnél is jobb.
Oké. Ó, egy citár. Jól látom, hogy neki egy ékkő van a fején. Hát... ez szerintem könnyen fog menni. Nagyon sebzett ránk. Na nézzük. Lejjebb esett a védelmünk. De hát a védelmünk esetleg, nem a támadásunk. Na tessék. Lassan Nózi meg lesz 30. Többieken is kéne fejleszteni. Jó. Kettes aréna. Mármint egy area. Ott egy Stardy, Evolve. Hú, ez a hely nekem nagyon ismerős. Hoppá. Azt hiszem, hogy mi ott mentünk be. Jó, amúgy erre fele körül nézhetünk. Egy Happy Me. Szegény 9-es Fletchling. Vagy itt mentünk volna be? Először. Szerintem nem itt mentünk be először. Bár ott volt egy stop. Hát lehet amúgy. Még eleve se játszottunk. Noah, a tanuló. 8-as poké ellen fogunk játszani. Milyen érdekes, legyőztük. Tök érdekes, wow. És most kiküldi a driflónját. Maradhatunk. Maradhatunk. Hú, egy jó kis shiny drifó jöhet, nem?
szegény. Hát nem tudott mit csinálni. Nozi, Nozi lepihent. Olyan kevés HP-ja volt. Na. Igen. Nozi. Hát ez nem jó. Ez nem jó, srácok. Na. Még adunk neki egy potiont. Bár amúgy itt lett volna a Pokestop. Hát, hát, ezt keresd. Vele is megküzdünk. Na, hát ő irodai munkás, végre nem egy tanuló. Olyan fura látni ezt a vipettet, azt hiszem, vagy hogy hívja? Voppert, igen. Ezt a Voppert a barnába és nem kékben. Wooper. Yes. A kis csaj nagyobb kihívás volt, mint az irodai munkás. És még... Tehát, hogy... Legalább pénzbe ez a srác többet adott. Na nézzük, mi van itt. Hát sok marip. Van sok marip, srácok. Na ezt most nagyon szakszerűen fogjuk csinálni. Ezt szakszerűen csináltuk. Gőzöm sincs, hogy micsoda. Viszont annyit lehetne látni, tehát ott volt egyébként a típusa, hogy miért kéne amúgy ellene hozni. Jobb felül. Nézzük csak. Amúgy így, hogy botokkal játszok, így több a sikerélmény. Így olyan, mint hogyha számítanék. Snom. Ice és a Bug Type. Na, ha ő Icy és Bug-type... Fire az jó lesz ellene. A Fire az jó ellene. Pixie, szia-szia! Szia-szia, Pixie. Köszi szépen a 65 hónapot, mi újság, hogy vagy? Nem emlékszem már, hogy melyik játékkal kapcsolatban kérdezted, hogy megjelenik-e Switch-re. Talán a Darkest Dungeon 2-vel kapcsolatban? Arról nincs hírem egyébként. Az olyan, mintha egy oroszlán feküdne itt, és ez lenne a popója. Köszi szépen. Szülinapod van? Na hát akkor boldog szülinapot. Köszi szépen az 5 évet és 5 hónap. Nem 5 hónap? De 5 hónapot. Köszi szépen. Köszi szépen Astromis Vertigia a szemezés dragosan a pergetést. A többiek is nyomhatják. Tehát lett egy snomom. Tehát ez olyan, mintha egy oroszlán feküdne, és ez a popója lenne, amit itt látunk.
Szerintem a Darkest Dungeon 2 csak PC-s megjelenés lesz most. Na, tessék, megállt a 350-es poké, a snom. Nem. No. Nem rakjuk a partiban. Látunk rufletet, de még nincs meg. És milyen pixi, hogy végre már 18 lettél. A snom, ez Violet exkluzív? Hát nem tudom, nekem Scarlet-en van, ugye? Na, új és visszatérő jégpokémonok, a Snom és a Frostmoth. De nem tudom, hogy ez... hogy működik egyébként, Vertigia, ezek az exkluzívok. Szabadság van? Na, akkor jó csillelést. Nagyon jó 18-nak lenni, lehet végre legálisan inni. Azt hittem, hogy ennek a kölöknek is kettő pokéja lesz. Én jól vagyok, szerencsére. Szerencsére jól vagyok. Nem betegeskedem, pedig most nagyot megy a hullám. De szerencsére egészségügyileg minden okés. Na hát most már az is világossá vált, hogy másik irányba megyünk. Úgyhogy ja. Cool. Ó! Na úgy néz ki, hogy ezt a február közepét sokan szeretik választani így hazalátogatásra. Nem csak ti. Nem te vagy az első, aki ma ezt írta a chatre. Oké, mehet. Ez mi? Ez egy diglet? Ja. Mert most olcsó a RP1? Hát ennek egy múzeum van a fején, gyakorlatilag. Na, diglet. Mit kell tudnunk a digletről? Mutasd csak játék. Diglet, ő egy rock type. A rock type-os ellen pedig water, grass, fight, ground, steel-t kell hozni. Na. Ja, predrock például nagyon szuper ellene. Go, Predog, go! Hát igen, meg is lehet ilyen támadása. Na. Nyomunk egy ilyen ilyet, és akkor megsokkoljuk. Igaz, ez nem szuper effektív lesz. De megnézzük. Predrogot így. Na tessék, úgy néz ki, hogy a... a Predrognak egy izzó van a fején.
Bedrock, micsoda? A Thunder Shock már nem működik rajta. Egy gyémet, ez halál. Ez sajnos halál. Hát Bedrock, sajnálom. Eddig tartott a gyémánt villanykörteségen. Na, reményhal. Na majd reményhal, figyeljétek. Ez a Pokémon olyan nevetséges, hát hogy néz már ki szegény? Na és most lefröcsköljük. És szegény Predrog ebből a csatából nem kapott semmit. Igen. Na hát például igen, és akkor ez hanyas terület lehet vajon? Egyes szintű. Ne! Szevasz, Willy! Na az a helyzet, hogy most már megvan, hogy merre szeretnék menni. Már meg abszolút megvan, hogy merre szeretnék menni. Oda föl. Van vigili tápunk? Szerintem van vigili tápunk. Te csatározni akarsz? Ő csak gratulált nekünk, igen, kaptunk badge-et Katitól. Jó, hát nyomhatunk challenge-et, persze. Cél a teljes Pokédex, vagy csak a story? Hát igazából a storyból már nem csináltunk semmit. Viszont bővítettük a Pokédexet. És szeretnék egy shiny. Valamilyen shiny szeretnék nagyon már. Ez egy komoly kihívás, srácok. Az gond. Szökik, srácok. Remélem, hogy jó fele jöttem. Ez Oliva vagyó, vagy mi akar lenni, ha jól értettem. Nem jó felé jöttünk. Shit! Micsoda? Ebben a játékban lehet Shiny Charmander? Ezt meg ne hallja Adri. Akkor nem fogom tudni elvenni tőle a switch-et. Micsoda, kilöktük! És most a legelejéről kezdjük.
Tehát ebből már nem lesz speedrun. Ne, még jó, hogy visszapattant valahogy. Térbe lehet fogni Charizardot, aha. Na! És... Ja, és akkor hogy visszük amúgy oda? Szerintem vissza tudjuk passzolni. Tudti, hogy vissza tudjuk. Tudti, vissza tudjuk oda nyomni. Nem akar. Nem akar pattogni. Látom, hogy csak tovább kellett volna vinni egyébként. Francba! Oda a speedrununk már megint. De amúgy csak tovább kéne vinnem, és akkor meg lehetne. Előről kezdeni? Ezt már rég előről kellett volna kezdeni, srácok. Csak végig kéne tolni itt körbe. Aztán a végén pedig le. Csak nem arra, amerre én akartam. Na. Jó. Na, látjátok? Ennyi. Jó. Isten, 6 perc alatt meglett. De rendes ez a Vili. Neked is szép Valentin napot, Vili. Ez a fekete képernyő nagyon jó. Azt mondta, nagyon ügyesek voltunk, 6 perc volt. Nagyszerű. Azt mondja, 10 percen belül meglátted, hogy megérdemlek egy ajándékot. Jó, 5 perc alatt, ha 5 perc alatt megcsináljuk, akkor még egy utalom. Na, akkor cél 5 perc alá menni. Na, srácok. Láttátok az előbb, hogy hogy csináltuk? Mármint, hogy nem az, hogy milyen bének voltunk, hanem, hogy merre kell menni. Ennél csak jobbak lehetünk. Na.
Ne, ne, saved. Jó. Ó, azt hittem, hogy én leesek, de ő maradt fönt. Az oldalával nagyon vigyázunk. Az veszélyes. Ó, francba. Boing. Ne, szép. Hanz van. Ott is van, srácok, 2 perc alatt. Na. Ott van, igen, 1:47. 5 perc alatt kaptunk Pineapple-t. 2:30 alatt is meglett, úgyhogy még egyet kaptunk. Wow! Tehát 2:30 alatt kell megcsinálni, igazából ez a cél. Jaj. Na jól van. Srácok! Mutattam nektek amúgy, hogy mit néztem ki. Tehát itt vagyunk most Kortondó mellett, és én erre akarok elmenni. Persze, ha el tudunk, ide. Oda. Titán Badge. Erre felre akarok elnézni, mert sajnos ide, nem tudok feljutni, mert ez már egy 6-os terület, tehát ez majd később válik számomra elérhetővé. Amihez amúgy a sztoriba is kéne haladnunk, szóval arra gondoltam, hogy most, hogy erre már így rájöttünk, hogy mi van, 2 hónap kiadás után, ez a terület vár ránk, amiben lehet, hogy ez az Ashadow Desert is majd bele tartozik, de ez is egy 2-es area, meg ez meg már egy 3-as, szóval hogy erre kéne tovább haladnom, hiába jelöltem ki, hogy én oda le akarok menni délre, ez még nem nekünk való. És most már tudom, hogy mik a célok. Egyébként itt van, akit érdekel, hogy hogy állunk a játékba, a 100%-tól nagyon messze vagyunk, hiszen a Victory Roadunk 1/8-as, a Path of Legendsünk 0/5-ös, és a Starfall Streetünk 0/5-ös, de amiben ma fejlődtünk, és amiben most így előrébb kerültünk, az nem más, mint a Pokédexünk. Amit... Hát, mindjárt előveszek valahogy. Ha valaki tudja, hogy melyikkel kell elővenni. Az nem a Pokédexünk, az a doboz. De lehet, hogy a dobozból is már nem tudjuk elővenni a Pokédexet. Mindjárt mutatom, srácok, csak megkeressük a Pokédexet. Ott egy Eevee egyébként, igen. Tessék, fogunk egy Eevee-t. És akkor ugye megnézzük a Pokédexünket is. Ezek szerint nincs Eevee-nk.
Kicsit izgultam. Az a gond, hogy az égő Ivi, ha most nem fogjuk el, akkor meghal. Akkor mindegy. Akkor mindegy. Ez egy elég szerencsétlen próbálkozás volt. Na megvan a Pokédexünk. Csak meg lett. Sajnos a Flame Buddy az így tönkretette. Jaj. 93 csatát vívtunk. 68 fokét elfogtunk. Tök jó. Begyűjtjük itt a jutalmakat közben. Egy Firestone a jutalmunk. Itt van, hogy milyen pokékat fogtunk eddig. Snom, Shader, Billfish, Rylou. És itt vannak a csatázott pokék. Hát sajnos az Eevee-t. Az Eevee-t azt elégettük. Szomorú. Itt amúgy kívülről is látszik, ha valami shiny, vagy csak a harcba keveredsz vele. Látszódik kívülről, és a shiny vadászathoz azt szokták csinálni az emberek, hogy kikapcsolják az autószévet, és neki mennek a shiny-nak, ha nem sikerül, akkor betöltik a mentést, újra próbálkoznak. Úgyhogy... Hát ja, bízom benne, hogy sikerül majd shiny-t találni legközelebb. Én nagyon élveztem a pokézást, remélem, hogy ti is, és köszönöm szépen a lehetőséget a Nintendónak, hogy ezt most így nyomadhattuk. Ez egy szponzorált stream volt.